Hoztak hozzám javítással egy ilyen szilikon, szerűtokos, masszírozó készüléket. Tehát természetesen le van merülve, töltőre dugva, viszont nem tölt. Még csava sincs sok benne. Víz viszont volt benne. Persze nem bonyolult. Kis rezgőmotor. Akkumulátor. Meg a kis vezérlő elektronika. Mindjárt megnézem, hogy jut-e a készülékbe áram a töltőből. Nem. Nincs áram. Buta. Hát jelentem, szakadt a vezeték. Tessék, maga a vezeték hibás. Szerintem képtelen, annyira szutyog. Na, fókuszálj már bele. Annyira hulladék ez a vezeték, hogy akkor a szál nincsen benne. Mikor örülnék, ha ránézni a kezemre? Tessék, össze is fogja a kezemet. Nem is tudom, minek nevezzem, de ez nem réz. Ez egy szutyok. Nem csak, hogy hip-hop kitörik. A maximum annyit tudok tenni, hogy szétvágom mindkét csatlakozót, és fűzök bele rendes vezetéket. Tessék, ennyi lenne az egész. Pár szálvezetékből áll az egész nagy vezeték. Nem is tudom, minek nevezzem, ezt csúfolni nem lehet. Csatlakozó.
Mondjuk rá is fókuszálna, látható, hogy maga a csatlakozóba van belerozsdásodva a vezeték. Ilyen egy osmány szutykot. Annyit tudok tenni, hogy külön vezetéket forrasztok erre is, meg az USB-re is. A külsejéket úgy összeragasztom, zsugot sövezem, és meglátjuk, mennyire válik be. Valahogy így fog kinézni a megoldás. Ő még az USB belseje. Egyébként maga a kütyű is egy elég, hát hogy is mondom, ócskosság. Maga a csatlakozó oldalát is újra kellett forrasztani, mert egyszerűen kotyogott benne. Na most jön az, hogy visszavarázsolom a burkolatot. Ezt tudtam kihozni belőle. Rendes vezeték bekötve, a burkolat úgy, ahogy összeragasztva, rá zsugorcső. Ez nagyon kókány. De hát tönkre megy, mert a gazdája vesz hozzá újat. És tölt a kütyű. Te kell rendesen a motor benne. Lehet velem masszírozni.